Mózes negyedik könyve, nyolcadik rész Az aranylámpatartó Azután így beszélt Mózeshez az úr. Szólj Áronhoz, és mondd meg neki. Úgy rakt föl a lámpatartóra a mécseseket, hogy a hét mécses előre világítson. Áron így is tett. Úgy rakta föl a lámpatartóra a mécseseket, hogy azok előre világítsanak, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. A lámpatartó aranyból készült, ötvös munkával, a szára is, meg a virága is ötvös munka volt. Arra a mintára készítette el Mózes a lámpatartót, amelyet az úr mutatott neki. A léviták szolgálatba állítása Azután így beszélt Mózeshez az úr. Választ külön a lévitákat Izrael fiai közül, és tisztíts meg őket. Ezt cseleked velük, hogy megtisztuljanak. Hincs rájuk vétektől megtisztító vizet, egész testüket borotválják le, mossák ki ruhájukat, hogy tiszták legyenek. Vegyenek egy bikaborjút, és hozzá ételáldozatul olajjal gyúrt finom lisztet. Egy másik bikaborjút pedig végy vétek áldozatul. Vezesd a lévitákat a kijelentés sátra és gyűjtsd össze Izrael fiainak egész közösségét. Azután vezesd a lévitákat az úr színe elé, és Izrael fiai tegyék kezüket a lévitákra. Áron pedig ajánlja fel a lévitákat, mint Izrael fiai felmutatott áldozatát az Úrnak, hogy ők végezzék az Úr szolgálatát. A léviták tegyék kezüket a bikák fejére, te pedig készítsd el az egyik bikát vétek áldozatul, a másikat pedig égő áldozatul az Úrnak, engesztelésül a lévitákért. Állítsd a lévitákat Áron és fiai elé, és ajált fel őket felmutatott áldozatul az Úrnak. Így választ külön a lévitákat Izrael fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek. Csak azután kezdhetik el a léviták a szolgálatot a kijelentés sátránál, miután megtisztítottad és felmutatott áldozatul felajánlottad őket. Mert nekem szóló adományok ők Izrael fiai között. Őket választottam ki magamnak Izrael fiai közül, minden első szülött helyett, aki anyja méhét megnyitja mert enyém Izrael fiai között minden elsőszülött, akár embertől, akár állattól való. Akkor szenteltem őket magamnak, amikor lesújtottam Egyiptom földjén minden szülöttre. Valamennyi elsőszülött helyett a lévitákat választottam ki magamnak Izrael fiai közül, és Izrael fiai közül a lévitákat adományként Áronnak és fiainak adtam, hogy Izrael fiai helyett ők végezzék a szolgálatot a kijelentés sátránál. Szerezzenek engesztelést Izrael fiaiért, hogy ne sújtsa csapás Izrael fiait, ha a szentélyhez közelednek. Mózes Áron és Izrael fiainak egész közössége e szerint járt el a lévitákkal. Mindenben úgy jártak el Izrael fiai a lévitákkal, ahogy a Mózesnek megparancsolta az úr a léviták megtisztították magukat védkeiktől, és kimosták ruhájukat. Áron pedig felajánlotta őket ajándékul az úrnak, és engesztelést végzett értük Áron, hogy megtisztítsa őket. Csak azután kezdték meg a léviták szolgálatukat a kijelentés sátránál Áron és fiai irányításával. Úgy jártak el a lévitákkal kapcsolatban, ahogy a Mózesnek megparancsolta az úr. Azután így beszélt Mózeshez az úr még ez is a lévitákra tartozik. A 25 éven felüli lévita hat köteles, és végezzen szolgálatot a kijelentés sátránál. 50 éves korában pedig vonuljon vissza a szolgálatot végzők seregéből, és ne végezzen tovább szolgálatot, segítkezhet a kijelentés sátránál tennivalóik elvégzésében a testvéreinek. Szolgálatot azonban ne végezzen. Így szab meg a léviták tennivalóit.